Verőfényes napsütésben állunk itt a Rákospatak partján, de olyasmiről beszélgetünk, ami pont a hatalmas esőzések idején aktuális. Milyen fejlesztés történt? A Királydombi vízelvezetés projektnek az utolsó eleméhez érkeztünk idén tavasszal, mégpedig a Dorogi utcának a vízelvezetését kellett megoldanunk. Itt egy teljesen új csatornarendszert építettünk ki, hiszen szennyvíz csatorna van az utcában, de csapadék csatorna nem volt. Fönt a 21-es szám és a Váltó utca kereszteződése között van egy mélypont, ahol gyakorlatilag minden csapadék megmaradt, nem tudott lefolyni. Ez a környező ingatlanokon komoly beázásokat okozott, és ezt mindenképpen szerettük volna megoldani. A feladat nem volt egyszerű, hiszen mintegy 8000 négyzetméternyi területről kellett a vizet elvezetnünk. Ez a méretezett vízmennyiségnél azt jelentette, hogy körülbelül 200 liter per szekundum vizet kell elvezetnünk a területről, viszont a befogadó a Rákospatak, oda viszont a csatornázási művek csak 20 liter per szekundum mennyiséget engedélyezett bevezetni. Na hát ez egy nagy kihívás, hogy lehet megoldani. A köztelévő vízmennyiséget mindenképpen valahogy le kellett fékeznünk, tároznunk kellett, és most, ahol állunk, a Rákosföldi utcában a híd, tehát a Rákospatak híd és a Pilicsi út közötti szakaszon egy komoly tározórendszert kellett kiépítenünk emiatt. Itt látok különböző aknákat, amelyekből nem szoktak ilyen számban lenni az utakon, akkor ezek jelzik azt, hogy mi van itt a talaj alatt? Pontosan, és azért kellenek az akna nyílások, hogy ahogy az előbb mondtam, ez egy tározóként működik, egy pangóvíz keletkezik benne, ami azt jelenti, hogy amit a felsőbb területekről lehoz üledéket, azok várhatóan itt le fognak a csatornarendszer aljában ülepedni, ezért időszakonként majd tisztítanunk kell, és itt kell elmondanom, hogy ez a tisztítási feladat is az önkormányzatra marad, hiszen ez az új csatorna nem minősül vízi közműnek, ezért a csatornázási művek nem veszélyt üzemeltetésre, úgy, mint a szennyvíz csatornákat, hanem ezt a kerületi önkormányzatnak kell a továbbra is üzemeltetni és működtetnie. A Rákospatakba végül is akkor hogy kerül el ez a víz itt a tározó részről? A tározórendszer végén van egy nagyon kis csővezeték, ami biztosítja ezt a bizonyos 20 liter per szekundumot. Természetesen az egész rendszernek a kiépítése egy komoly engedélyezési folyamat során alakult így, és egyeztetési folyamat során, de örültünk, hogy ezt így meg tudtuk oldani, mert ha nem lett volna befogadó, akkor nagyon nagy bajba kerültünk volna, hiszen akkor valahol el kellett volna szikkasztani ezt a vízmennyiséget, ahhoz viszont terület kell, és a Rákospatak két oldalán viszont már magáningatlanok vannak. Mennyibe került ez a fejlesztés? Ez közel 245 millió forintjába került az önkormányzatnak, viszont cserébe nem csak egy új csatorna épült ki, hanem a teljes érintett szakaszon új kopóréteget kapott az útburkolat, illetve a már említett Pilisi utca és a Rákospatak hídja között pedig egy teljesen új útpályát építettünk ki teljes szerkezetben. Említette, hogy itt ugye külön csapadék csatorna és szennyvíz csatorna van. Voltak éppen miért? Tehát a szennyvíz csatornában nem mehet bele az esővíz? Nem, ennek több oka is van, hiszen ez a szennyvíz mennyiség, ez egy szennyvíztisztítóba kerül valahol a rendszer végén, és egy-egy nagy csapadék idején, ami leginkább a gondot okozza, olyan mértékű feldúsulást okozna a tisztítóba, hogy ott lenne probléma, nem tudnák úgy tisztítani, és végső soron Dunába kerülne szennyezett víz, és ez senkinek nem volt célja. Azt is mondta, hogy időnként ezt a tározó részt ezt tisztítani kell. Na de hogyan? Hát hiszen ott egy hosszú szakaszon cső van, gondolom, amiben adott esetben leülepszik a lehordott föld vagy valamilyen üledék. Hát tulajdonképpen ezt a tározó részt kell tisztítanunk, hiszen a Dorogi utcában lévő hálózat lejtése az biztosítja azt, hogy folyamatosan az esővíz lemossa ide a bekerülő hordalékot, ami a víznyelőkön keresztül kerül be. Természetesen ezt kell tisztítanunk. A meglévő aknanyílásokon keresztül gyakorlatilag át kell mosni a rendszert időszakonként. Tehát akkor oda bemászik valaki, vagy vannak ilyen eszközök? Vannak ilyen eszközök, amivel le lehet juttatni egy nagy nyomású csővezetéket, ami gyakorlatilag ki fogja mosni a leülepedett szennyeződést.
Erre milyen időközönként kerülhet sor? Ezt most még megmondani nem tudjuk, nyilván a gyakorlati tapasztalat fogja megmutatni. Ilyen rendszerünk még nincs a kerületben, úgyhogy most még ezt mi is tanulni fogjuk. Itt tehát lent állunk a Rákospatak mellett, úgyhogy ezután pedig elmegyünk oda, ahonnan indul az egész rendszer, illetve ahonnan folyik le maga a víz, amikor esik az eső. Feljöttünk ide a Dorogi utcába, ahonnan indul az egész folyamat, de egyébként időben mikor kezdődött ez az egész fejlesztés? Tulajdonképpen ez egy 6 éve ezelőtt indult programról beszélünk. Akkor a Tölcsér utca, Pesti Gábor utca, Pilisi utca környékén kezdtük el a munkákat, majd folytattuk később a Váltó utca, Rákosvölgyi közkörnyékén, és ez lett az utolsó eleme ennek az úgynevezett Királydombi vízelvezetés projektnek. Itt a Dorogi utcában, ahol most állunk, végül is mi történt? Tulajdonképpen itt a Dorogi utca felső részének a mélypontján állunk, két kisebb domb között, és itt keletkezett az a probléma, hogy innen kellett a vizet elvinni. Itt kezdődött a csatornaépítés, innen mintegy 350 méter csatornaépítéssel jutottunk el a Pilisi utcáig, ahol a már korábban említett tározó szakaszt építettük ki. És a munkálatok itt ugye dombokról, meg völgyekről van szó, milyen mélyre hatoltak le? A csatornaesésnek egyenletesnek kellett lenni, tehát itt a mélyponton alig másfél méter mélyen kezdődik a csatorna, de a közbenső magas pont alatt bizony eléri a 6 méter mélységet a csatornának a fenékszintje. Ezek a csatornák egyébként miből készülnek? Műanyag csatornáról beszélünk, tehát nagyon hosszú életű csatornákról. Korábban az aszbeszcement csövek azok ilyen 30-40 évre méretezték. Ezek a műanyag csövek 80-100 évet biztos, hogy ki fognak bírni. Tehát akkor itt voltak éppen, ha netántán lezúdul egy nagyobb mennyiségű csapadék, akkor az utca két oldalán ilyen elvezető szemekbe megy be a víz. 7 új víznyelőt építettünk, úgy alakítottuk ki az új útpályarészt, hogy ezekbe a víznyelőkbe a lefolyó víz mindenképpen belejusson, és így megakadályozzuk azt, hogy az útpályáról időnként alacsonyabban lévő ingatlanokra jusson be a víz, tehát hogy odafolyjon be. Ezáltal úgy gondolom, hogy nagyon sok itt lakónak az életét könnyebbítettük meg. Hát meg gondolom az ingatlanok értéke is akkor így szép csendesen emelkedik, és nem a vízszint emelkedik, a talajvízszint. Nem vagyok egy értékbeszélő, de nagy valószínűséggel ez így van, hiszen a környezet javult, az úgy gondolom minden ingatlan értékét növeli. Itt láttuk menet közben a Rákospatak mentén is, meg még máshol is, hogy az úgynevezett fekvő rendőröket is átépítették, illetve újakat építettek. Ezekre vonatkoznak speciális szabályok? Hát a forgalomcsillapító küszöböknek olyannak kell lenniük, hogy a területre érvényes sebesség határral való átközlekedést mindenki számára úgy tegye lehetővé, hogy az semmiféle károsodást ne okozzon a járműben. Igazából egy forgalomcsillapító küszöb teljes átépítésére került sor, illetve a forgalom terelő szigeteknek az átépítését is meg kellett valósítanunk, hiszen itt az utcában nem küszöbök vannak, hanem terelő szigeteket építettünk a forgalom csillapítása érdekében. Egy picit bejebb kerültek annak érdekében, hogy a víznyelőkhöz a víz útját ne akadályozzák. Valójában mi indokolja a döntést, hogy valahol ilyen forgalomcsillapító, máshol megterelő szigeteket építenek? Tulajdonképpen, amikor ezek a terelő szigetek épültek, ez egy kísérlet volt. Itt is, lent a Váltó utcában is épültek ilyen szigetek. Kipróbáltuk, hogy ez mennyire hatásos, de az eredmény azt mutatja, hogy a hozzáfűzött reményeket beváltották, tehát a megfelelő csökkentést ezekkel is el lehet érni. Azt tudom más történetekből, hogy Szarvasi Ákos, a vagyonkezelő ZRT városüzemeltetési igazgatója a visszajelzésekből szokta érzékelni, hogy jó végezték el a dolgukat a lakók szempontjából. Most itt mi a helyzet?
tulajdonképpen egy furcsa helyzet van a visszajelzések tekintetében, mert mi úgy értékeljük mindig, hogy ha nincs panasz, nincs probléma, az azt jelenti, hogy az elvégzett munka eredménye jó, hiszen azt mindenki nagyon gyorsan megszokja, hogyha valami jó történik körülötte, és a problémákat, bajokat szokták jelezni felénk. Tehát akkor most? Most reménykedünk benne, hogy jó munkát végeztünk.